mai videóban arról, hogy bontsuk ki ezt a display doboznyi FIFA 365 matricát, hiszen elég kevés időt szenteltem itt a csatornán a matricáknak, és szerintem egy nagyon király kis szériáról van szó a FIFA 365 matricás sorozatán belül. Ugye nyitottunk ebből már fémdobozt egy Müller túra keretében belül, azt hiszem a második Müller túrában nyitottunk ebből német multipacket is, sőt a szilveszteri videóban is nyitottunk matricákat, de még így is azt gondolom, hogy elég kevés videó született erről a szériáról. Hogy itt van egy display doboznyi, vagyis hát igazából egy displayben 36 darab csomag van, én meg csak 35-öt tudtam szerezni. Az eredeti tervem az volt, hogy egy bontatlan displayt veszek az újságosnál, de képzeljétek el, a mai nap bejártam 3 újságost itt az Őrsön, és egyikben sem volt, vagyis hát a harmadikban találtam ezt a 35 darabot, mindenhol máshol nem volt, de még bontott doboz se, úgyhogy mostában elég nehéz matricákat venni, de én nagyon szerettem, ezt nagyon belejöttem most az utóbbi időben, videón kívül jó sokat kibontottam már, de úgy gondoltam most itt az idő az, hogy videóban is bontsunk nem is keveset, szóval itt van ez a 35 matricás csomag, úgyhogy azt mondom, hogy vágjunk is bele, vegyük ki az elsőt és kezdjük el kibontani. Nézzük is meg, hogy mit rejt nekünk ez a csomag tartalma. Kommentben írjátok meg, hogy ti szeretitek-e a matricákat, gyűjtitek-e ezt a matricás szériát, mennyire jön be nektek, hol tartotok, ha gyűjtitek. Hogy írjátok meg kommentben, nagyon kíváncsi vagyok, hogy ki szereti még gyűjteni rajtam kívül ezeket a matricákat. Közben van nekünk egy Liverpooli Wijnaldum, illetve Minamino, aztán van nekünk egy Eduardo Salvio, Boca Juniors, aztán Giovanni Dos Santos, Club America, utána egy Oblak, Atletico Madrid, illetve van nekünk még egy Thiago és Quissens Bayern Münchenes duónk. És ebben nem volt csillogós, majd külön tesszük a csillogósokat a sima matricáktól, megnézzük, hogy mennyit lehet nyitni. Nekem ez a széria egyébként jobban bejön, mint a tavalyi. A tavainál az a zöld keret szerintem annyira nem volt találó, de örülök, hogy az idejénél elengedték ezt, és ez a szép fehér kerete van meg. Van itt közben nekünk egy nagy matricánk a 19-es női világbajnokságról, aztán egy klubamerikás duónk, utána egy korintiánszos két játékról, aztán Juventus, Pellegrini és Rabiot, illetve a vége van nekünk még egy ilyen sárkés matrica, és mindig nem jött csillogós, úgyhogy nézzük is ezt a második csomagot. Hát, ha itt most már megtörik a jég és jönni fog a csillogós matrica, egy barszás, örülős kép, hogy éppen gólt szereztek a srácok, aztán egy Luis Suárez nagy matrica, alatt egy Ederson nagy matrica, Marseille-ből egy dupla matrica, illetve a végén még egy Acerbi nagy matrica. És jöjjön is a negyedik csomag, hát ha már itt lesz az a várva várt csillogós matrica, hiszen ebben a szériában nekem nagyon bejönnek a csillogós matricák, nagyon eltalálták őket. És egyből van itt nekünk egy ilyen zászló formájú csillogós matrica, nagyon szuper, ugye mindegyik csapatnak egy kis úgymond szóval, becenével vannak ugye jellemezve, amik ugye rájuk vonatkozik. Na de van itt nekünk egy Barszás Frenkie de Jong és egy Puigunk, utána City-s duó, aztán egy Barca busz, és a vége van nekünk még egy Atletico Madridos dupla matricánk. Menjünk is tovább. Popcornt azt nyugodtan készítsétek be, hogy a nasit, hiszen elég hosszú videó lesz ez. És ott már látok én egy nagyon szép csillogást. De van nekünk itt még egy Liverpooli csapat öröm kép, ugye a Qatari Klub világbajnokságról, és dupla csillogós matricánk lesz. Először is van nekünk egy ilyen e-sportos csillogós matrica. A csillogás nagyon szép ezeknek a matricáknak, nekem nagyon bejönnek, nagyon eltalálta őket a Panini. Aztán van nekünk egy Dortmundos duónk, és egy sárkés felállásunk is ilyen csillogósba. Nagyon király, illetve egy Icardi nagy matrica itt a végén. És menjünk is tovább, csak nem akar kijönni. Csak kisikerült operálni. Nézzük is ezt a csomagot. És valamiért nem tudom egyből kinyitni őket. A hátét most mindjárt megoldom a problémát. Jól összebénáztam ezt a bontást. Na de, Juventusos duó. Itt is lesz kettő csillogósunk. Egy Boca Juniors busz alatta egy VB-s, ugye a VB-nek a trófeája. És amit mondtam a fémdoboz bontásnál, hogy kár, hogy ezeket a matricákat nem csillogósra csinálták meg, hiszen szerintem nagyon jól néznének ki csillogósba. Egy Casio csillogós matrica, illetve egy Schalke logó, és a logók nekem annyira bejönnek,
egyik videóban már említettem, azt hiszem szintén a fémdoboz nyitásban, hogy kár, hogy a kártyáknál a logókat nem ilyenre csinálták meg. Nekem sokkal jobban bejönnének, persze így is szép a dizájn a FIFA 365 alapszériában is. Közben egy újabb logó a United-é, aztán egy újabb trófea, alatta egy Atletico Madrid-os csapatkép, aztán Correa, Lazio, illetve a Bayernből Kimmich és Javi Martinez, és menjünk is tovább, hiszen még nagyon sok csomagunk van itt a dobozban, bontjuk is ezt a csomagot. Úgy látom, hogy ebben már három csillogos matrica lesz, úgyhogy most nagyon adogatja itt a videó első, és a feléhez közeledve a csomagok. Először is van nekünk egy Matip és Robertsonunk a Liverpoolból, aztán egy milyen kizászló matrica, alatta még egy, és alatta még egy. Szóval három ilyen szép kis csillogos matricát sikerült nyitni, és van nekünk egy Marco Reusunk. Azért ez elég jó, hiszen látjátok, van olyan csomagból egy sem, viszont van olyan csomagból három csillogos matricát is lehet nyitni. És 225 forint egy csomag, szóval annyira még nem is vészes. Meg egy tényleg egy tök jó szériáról van szó. Van nekünk egy Klub Amerikás duo matricánk, Toni Kroos, utána Harry Maguire, aztán egy Dortmundos kis zászlónk, és a végén van nekünk még egy pikénk itt a végén. Lesz majd ebből is album bemutató. Még azért kell egy jó pár matrica az albumomba, de majd kiderül a videó után, hogy mennyire sikerült megbusztolni, és hamarosan jön ebből is egy jó kis bemutató. Gabriel, Lációból egy duó, aztán alatta van nekünk egy Corinthiansos logónk, utána egy ilyen e-sportos kép, vagy egy dupla matrica, illetve a Barszából egy Trincao és Dembélé dupla matrica. Nézzük is a következő csomagot. Hú, most nagyon tényleg adogatja nagyon a csillogósokat. Boca Juniors logó lesz, így is van. Nagy nehezen sikerült kiszedni. Ez egy Boca Juniors-os logó, utána Lációs duó, alatta Sánchez nagy matrica, aztán Coleman és Gnabry, illetve Mo Salah és Mané a végén a Liverpoolból. Van még bőven, nézzük ezt a csomagot. Szóval tényleg várom tőlem, hogy ti mit gondoltok erről a matricás szériáról, mennyire szeretitek, inkább a kártyákat gyűjtitek, vagy a matricákat. Közben egy zászló matrica. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy rajtam kívül még ki szereti ennyire a matricákat, bár ugye én sok videót nem csináltam eddig róluk. Liverpooli duó, Corinthians, aztán újra egy Barca duó, és a végén egy Liverpool logó, tényleg a csillogása eszméletlen jó. Úgyis az EB-s matricák is jönnek majd, olyan április közepénre van írva elméletileg, aztán majd kiderül, arról viszont nagyon sok videó fog készülni, hiszen én nagyon szeretem az EB-s meg a VB-s matricákat, Interes csapatkép, aztán Sterling csillogós matrica, utána Real Madrid dupla matrica, Interes dupla matrica, és a végén egy Schalke és dupla matrica. Szóval jön majd a VB-ből is matricás széria, abból is sok bontás várható, tehát abból már sok bontás várható. Kíváncsi vagyok arra is, hát láttam már képeket így a neten, szerintem elég jól fog kinézni, de aztán majd ugye kiderül a valóságban milyen lesz. Közben van nekünk egy Márez nagy matricánk, aztán egy Boca Juniors-os line-up matrica, ez egy strandfocis, Olaszország, Portugália 4-6, utána egy kis visszaemlékezés az eddigi VB-k plakátjaira, illetve egy kis Handanovic és Devry interes matricával zárjuk a csomagot. Itt ráigazítok a csillogósokra, hogy ne csúszanak annyira szét, és bontsuk is a következő csomagot. Azt mondja, hogy Firmino nagy matrica, aztán Mané nagy matrica, Schalkés csapatkép, utána Griezmann nagy matrica, illetve Thorgan Hazard és Marco Reus a Dortmundból, és van itt még bőven a dobozban. Nézzük is ezt a csomagot. Lesz majd BL-es matrica bontás is, ott már tényleg meg kell igyekezni egy diszpléjel beszerezni, csak tényleg elég nehéz, mert most még a BL-est is néztem, és így kb. Alig volt az újságosnál. Közben Juventusos duó, alatta PSG-s, azt hittem összetapad, de nem csak, hogy ezek ilyen matricák vastagabbak. Benzema nagy matrica, Dybala nagy matrica és Handanovic nagy matricája van a végén. És a BL-esnél majd fogunk vadászni még fradis matricákra. Szóval abból is még hiányzik egy 4-5 darab az albumba, ha jól emlékszem. Van nekünk egy brazil csapatkép, aztán Boca Juniors, alatta van nekünk Juventus, Bernardeschi és Dybala, alatta Thomas Müller és Lewandowski, hát ugye
Müller, akkor egy egész sorozatot építünk itt a csatornán, a Müller túra. Jó voltából is egy Klub Amerikás logó van még nekünk. Menjünk is tovább itt a következő csomagra. Real Madrid, Luka Modric és Isco alatt a Juventusos csapatkép, hogy éppen magas bemelik a trófát, és nagyon jó a matricák minősége, semmi pixeleződés nincs rajtuk. Schalke, Harita és Matondo, aztán Boca Juniorsos csapatkép, és az idei matricás szírenek az albumának a borítója, nagyon jól néz ki. Hiszen ugye már 6. éve adja ki a Panini ezt a FIFA 365 matrica sorozatot, és ennek van egy oldal, ezt hivatott ünnepelni, az eddigi albumoknak a borítóit lehet beragazgatni arra az oldalra. Azt mondja, hogy Corinthiansos duó, Boca Juniorsos duó, aztán Liverpool, Milner és Keita, alatt a Real Madrid éppen egy gólörömöt ünnepelnek ki, és egy Chiellini és Bonucci a legvégén ebből a csomagból, és amilyen nagy számon adogatta csillogósokat itt a videó elején, közepe felé, most kicsit úgy vesz vissza a Panini a dobálásukból. Aguilar, persze itt van egyből egy Barca logó, nagyon jól néz ki, aztán Neymar, utána Skriniar és Ranocchia, illetve Rodrigo és Lucas Vázquez a Real Madridból a legvégén. És nézzük is a következő csomagot. Hát, ha ebből is jön egy-két csillogós. Nézzük is, Klub Amerikás duó alatta Ter Stegen nagy matricája, ugye Barcelona, utána Benedetto, Marseille nagy matrica, aztán Nastasic, Schalke, illetve a végén egy PSG-s dupla matrica található. És a matricás album elején van két matrica, itt csak az egyiket sikerült kinyitni, az egyes, kettes még nem, és már nagyon sok csomagot kinyitottam, és nem akarja egyszerűen beadni őket, úgyhogy hát, ha itt videóban, ez egyébként azt hiszem a hármas, így is van, mert ő már megvan. Alatta Llorente és Correa, aztán Origi és Firmino, utána Abila Boca Juniorsból, és egy 94-es amerikai VB plakát nagy matricában. És nézzük is a következő csomagot. Itt is látok csillogni egy matricát ott a vége felé, ha sikerülne kinyitni végre a pakkot. Na, csak kijöttek. Schalkeból Schöff és Merkán. Alatta egy Ajaxos örülős kép, és van itt nekünk egy FIFA 365 matrica, 15-ös, ő is megvan már, pedig hirtelen azt hittem, hogy az első kettő matricák egyike, Corinthiansos matrica, illetve van nekünk még egy ilyen e-sportos győzelmes matricánk, és azt hittem hirtelen már csak egy van a dobozban, mert nem láttam, hogy így előre dőltek a pakkok. Kicsit megjeltem, hogy előbb még, mintha egy sokkal több lett volna, és így hogy lett hirtelen egy, hova tűnhettek, de szerencsére megvan ott még a dobozban az összes, ami még hátra van. Lációs logó, és kiejtem sikeresen a kezemből, meg az állványba is beleütöttem egyet itt a kapkodásba. Ajax, aztán újabb e-sportos matrica, Juventus, és a végén egy Corinthiansos dupla matrica van a pakban, sőt, most már így ki is veszem őket. És itt van még nekünk jó-jó sok, nagyon sok pak, úgyhogy bontsuk is itt a következőt, és nézzük is. Vitolo és Morata, Atletico Madridból ezt a német 54-es VB, ezt már nem tudom hányadjára nyitom ki, aztán Tadic, és akkor van nekünk egy dupla csillogósunk, van egy Dimitri Payet, és a végén egy Van den Belk a Ajaxból, ugye aki már nem az Ajax na futballozik. Menjünk is tovább. Nézzük, hogy mi van itt. Egy Kyle Walker, aztán Kevin De Bruyne, aztán Milinkovic-Savic, Eriksen, és a végén egy Serdar a Schalkéból. Hát ilyet még nem nyitottam, hogy 5 darab nagy matrica lett volna egy csomagban. És nagyon adogatta ezeket a nagy matricákat ebből a csomagból. Nézzük is, hogy mi van még itt nekünk. Azt mondja, hogy egy kis zászló matrica, aztán egy Dortmund kabala, utána PSG-s duó, van nekünk egy női világbajnokság trófeája, illetve egy Neuer nagy matricában. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy végre beadja ezt az első kettő matricát, mert tényleg nem sikerült még kinyitni, még nem is láttam, hogy hogy néznek ki. Van nekünk egy Martinez, egy Interes logó, alatta
Asensio és Gareth Bale. Real Madrid, utána hát ezt már a 1930-as Uruguay VB labdát is nem tudom, hányadjára adja be, és van nekünk a végén még egy Brazil mez a 1950-es VB-ről, hát ezt a matricát még nem is láttam, úgyhogy szerencsére nyitott, egyet tudok, amit még nem nyitottam ki, úgyhogy biztosan bekerül az albumba. Menjünk is tovább itt a következőre, egy Bayernes logóval indítjuk meg ezt a pakkot, kicsit megint ráigazítok. Van nekünk egy Phil Foden Bernardo Silva, aztán egy Corinthiansos matrica, a 2018-as orosz VB matricája, és van nekünk egy Marconénk a Boca Juniorsból, és egyre jobban fogynak a pakkok, most már csak 1, 2, 3, 4, 5, ez a hatodik, és hát már csak 6 van hátra, nem a hatodik, azért a hatodik csomagot már régen elhagytuk a videó elején. Azt mondja, hogy van nekünk egy Ederson és Ake, aztán egy újabb City is, Eric Garcia és Laporte, aztán Juventus, De Ligt és Alexandro, utána Rudi és Mascarell a Schalkéból, illetve egy PSG-s zászló itt a legvégén. Nézzük a egyik utolsó csomagot. Azt mondja, hogy Luis Alberto, aztán egy United-es ilyen zászló matrica, utána egy Barca-s zászló matrica, utána Klub Amerika és Real Madridból Dani Carvajal, illetve Mendy matricája. És már csak 4 csomag van hátra. Nézzük, hogy mi jön itt az utolsó 4 csomagból. Nekünk Corinthiansos dupla matrica, aztán Tagliafico, utána Luan, Bozelli, illetve a végén egy Sárk és Ramen és hát Steven, inkább a második nevét nem ejtem ki. És menjünk tovább a utolsó 3 csomagnak az első csomagjára. Van nekünk egy Rabiotunk, aztán Atletico Madridból egy dupla matrica, Lációból Luis Alberto, illetve Ciro Immobile, utána Dortmund, és a végén van nekünk egy Vinicius Junior a Real Madridból. És nézzük az utolsó előtti csomagot. Hát, ha nyitunk valami jó matricát itt a vége felé. Dortmund, Bürki és Hit, aztán Lewandowski nagy matricája, utána Jovic és Benzema, utána egy újabb e-sportos matrica, és a végén egy PSG-s gólörömöt ábrázoló matrica, és elérkeztünk az utolsó csomaghoz. Nézzük, hogy hát itt az utolsóban ott van egy csillogos, úgyhogy méltó lezárása lesz ennek a videónak. Egy Di Maria, alatta Dortmundból Schulz és Munier, aztán Klub Amerika, van nekünk még egy Hector Herrera és egy Lemar, illetve egy Bayernes felállás itt a legvégén nekünk. Hát ez lett volna ez a display bontás, bár ugye egy csomaggal kevesebbet bontottunk, hogyha az egy csomag nem oszt, nem szoroz már így a videónál. Ennyi sima matricát sikerült kinyitni, ezzel most jól el leszek szerintem a beragasztásának a sorba rendezésén, hiszen az is egy elég bonyodalma szokott lenni, hiszen nagyon sok matrica van ebbe az albumban, és ennyi csillogost sikerült még nyitni itt a legvégén. Úgyhogy ez lett volna ez a FIFA 365 matricás videó, írjátok meg, hogy szeretnétek látni még ilyen matricás videót, BLS-ből is lesz még, és ha tetszett a videó, dobjatok rá egy lájkot, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornára, és legközelebb remélem találkozunk egy következő videóban. Sziasztok!